Ez itt a Veol Podcast pódium. Őszinte beszélgetések, melyek elgondolkodtatnak, példát mutatnak, vagy csak felhőtlenül kikapcsolnak. A mikrofonnál Komaricki Zoltán. Kutató vegyészmérnökként kezdte a pályáját, könyvtáros és helytörténeti munkásságáért több más mellett Gizella díjban részesült, amelyet 2012-ben vehetett át. Mindig is Veszprémben élt, és meghatározó munkát végzett, mint a város történeti folyóirat és a múlt idéző könyvsorozat szerkesztője. Körüllengi a veszprémi történelem a műsor vendégét, Csiszár Miklóst. Üdvözöllek, köszönöm, hogy elfogadtad a felkérésemet az interjúra. Köszönöm szépen a lehetőséget. Amikor egyeztettünk róla, hogy mi mindenről ejtsünk szót, abban is megállapodtunk, hogy a most 75 éves veszprémi 48-as emlékmű sorsáról is kérdezhetlek majd. Biztosan sokak érdeklődését felkelti ez a téma is, de először a gyermekkor. Milyen volt a régi Cserháton élni? Ez a városrész is sokakat foglalkoztat Veszprémben. A régi Cserhát ma már az emberek, városlakók többségének ismeretlen terület, hiszen teljesen átalakult az 1964-66-67-es időszakban. Annak idején a régi Cserháthoz a Völgyikút utca, a Cserhát utca, Kőkép utca, Pacsirta utca és a Csaplár János utca tartozott, ami leánykori nevén Bolgár Mihály utca volt, a nagyszerű piarista tanár emlékét őrizte. Ezek az utcák a valamikori Palotai úttól, később Kossuth-Lajos utcától mentek lefelé a sét felé. Gyakorlatilag a szűkebben vett Cserhát ez a terület volt. Ezen a területen kereskedők, iparosok éltek, az ő munkájuk testesült meg ezen a területen. A te családod hogyan került a Cserhátra, mivel foglalkoztak a szülők? Édesapám tisztviselő volt, édesanyám tanítónőként végzett az angol kisasszonyoknál, és nagyapám iparos volt, ezért kerültünk a Cserhátra, méghozzá a Deák Ferenc utcából, ahol nagyapám 1912-ben nyitotta meg műhelyét. És 21-ben vagy 22-ben került fel a család a Cserhátra, mert nagyapám úgy gondolta, hogy közelebb van ahhoz a területhez, ahol igazán megfordulnak az ő munkája után érdeklődő vidékiek, illetőleg a piacra jövő emberek. Az első osztályt én a valamikori Szent Imre iskolába kezdtem, ez a Gráner udvari kéttantermes iskola volt, amit 29-ben indítottak el, méghozzá a Klebersberg tervnek megfelelő volt az épület, tehát volt két tanterem, egy előtér, melléképület, illetőleg a gondnoknak ott volt egy lakása, nem is tanító lakott ott, hanem egy gondnoki lakás volt. Ott volt az első osztály, tulajdonképpen ennek is van egy kis érdekessége számomra. Nevezetesen, hogy ugye 48-ban az egyháziskolákat államosították, de mikor az iskolát létrehozták, a iskola létrehozásában közreműködőket megörökítették egy emléktáblán. Így került oda anyai dédnagybátyám Hajda Gyula, aki a gondnoka volt itt ennek a testületnek. Másodiktól nyolcadikig a valamikori polgári felsőkereskedelmi iskola épületébe jártam, akkor már egyes számú általános fiúiskola volt ez az iskola. Ott végeztem 57-ben, és 57-től 61-ig pedig a lovasi gimnáziumba jártam. Az iskola akkor még a régi helyén volt, tehát a várbéli épületbe, a valamikori 1711-ben létrehozott iskolába jártam, föl a várba. Jött az egyetem, és kutató vegyészmérnökként helyezkedtél el. Úgy hívtuk akkoriban, hogy Magyar Ásványolaj és Földgáz Kísérleti Intézet, vagyis a MÁFKI. Itt először szakmában dolgoztál, aztán jött egy váltás, ennek is megvan a maga története. 67-ben kezdtem, és 74-ben váltottam egészségügyi okok miatt. A könyvtárba kerültem, és nagyon hamar sikerült bejutnom az ELTE-re, ahol a könyvtári információ szakot végeztem el, egy posztgrad szak volt. 81-ben védtem meg a disszertációmat, és 82, talán februárban akkor avattak fel doktorrá. Ez egy jó évfolyam volt, és egy új terület volt, mert velünk kezdődött egy új szaknak az indítása. Velünk együtt tanulva jöttek rá, hogy milyen szakot kell indítani, mi az a célszerű dolog, amiket be kell venni tantárgyként, és mi az, amit
mindenféleképpen elő kell adni. Mindez megalapozta, hogy megálltad a helyed egy teljesen másfajta könyvtárossági munkában, mint amit az emberek elképzelnek elsőre. Könyvtáros is voltál, de emellett meg kellett tanulni ezen belül is egy új szakmát. Igen, akkor kezdődött el a könyvtári digitalizáció. Nálunk kevésbé, de akkor a nyugaton már ment. A különböző folyóiratokat digitalizálták, akkor még mágnes szalagon jöttek az információk, és ez nagyon-nagyon elősegítette a kutatásnál feltárandó anyagok gyors elérhetőségét. Tehát azt jelentette, amikor az ember megírt egy jó keresőképet, másodpercek alatt gyakorlatilag hosszú-hosszú éveket átfogóan lehetett keresni anyagokat, és azoknak a dolgozatoknak, azoknak a cikkeknek, folyóiratcikkeknek, konferencianyagoknak a rezüméje jött ki, és abból már tovább lehetett lépni, és meg lehetett hozatni az eredeti anyagokat. Tehát nem vett annyi időt igénybe ez a felkészülés a valódi kutatás megindításához, ami az előzőekben volt. Közben megszűnt a MÁV ki. Mindenki tudja, hogy milyen körülmények között vele együtt a Neviki, és így itt befejeződött a tevékenység, viszont ismét visszakerültél a Várba, közgazdasági szakközépiskolába, és megint csak könyvtárosként. Hát igen, először a Nevikit kezdték el felszámolni, majd elkezdték felszámolni a MÁV-kit is, és véget ért egyszer ez az állapot, és 96 őszén kerültem én a akkor Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola című intézménybe, amelyik 68-ban addig az Akpapok házában lévő iskolába fungált, és akkor költözött át, mikor a Lovasi átkerült a Cserháton lévő új épületébe 68-ban, és én 96. szeptember 1-től a Közgazdasági Szakközépiskola könyvtáros tanára lettem. Hogy emlékszel vissza erre az időszakra? A fiatalok zsivaja egy kicsi zavart, olvastam róla. Hát az igazság az, hogy a kutatók nem zajongtak, mikor a könyvtárba jöttek. Csend volt, hát mindenki belemerült a munkájába. Ott viszont őszintén szóval rettenetesen szokatlan volt az a nagy zsivaj, ami döntően a szünetekre korlátozódott, de akkor aztán valóban nagy zaj volt. De ezt hozzászoktam, megszoktam a gyerekeket, jó volt csinálni. Tulajdonképpen, mikor oda kerültem, Kopházi Ferenc akkor vette át az igazgatóságot Megyes Istvántól, és én azt kértem, hogy ha egy mód van rá, én szeretnék iskolai értesítőket készíteni a könyvtáros munka mellett. Tudtam, hogy ez olyan önkéntes vállalás, ezt nagyon jó volt csinálni, az iskolai értesítőket, mert úgy éreztem, hogy ezekben a kiadványokban a teljes tanév története hozzáférhető. Másrészt a tanároknak a szakmai tevékenységén túli tevékenysége a város érdekébe, tehát művelődős történet, várostörténet, szakmai továbbképzés címen futtatott dolgok nagyon szépen előjöttek. Valahol itt kezdődhetett a helytörténeti kutató tevékenységed, mert ez már talán valamennyire annak nevezhető. Minden esetre hamarosan jött a Múltidéző könyv sorozat. Hát a helyzet az, hogy nem egészen itt kezdődött az érdeklődés utána. A nagyapáim, az egyik amerikás magyar volt, a másik pedig végigjárta az akkori monarchiát, tehát Máramarosszigettől le egészen Fiuméig, és ezekről a munkákról sokat meséltek nekem, és ez roppant érdekes volt. Emellett volt az, hogy feleségem viszont, aki a megyei könyvtárban dolgozott, ő a helytörténeti csoportban dolgozott, és mind a helytörténeti részlegnek a vezetője ment nyugdíjba. Kati nagyon sok mindennel foglalkozott, és több ilyen helyismereti, várostörténeti munka megírásába, létrehozásába vett részt. És ő kezdte el a Múltidéző sorozatot, aminek tulajdonképpen az első kötet címe adta sorozatnak a címét, és amikor hazahozta az anyagot, amiket kiválasztott, azokat örömmel olvastam, és roppant érdekes volt, mert az én kis ismeretanyagomat azok a folyóiratcikkek, azok az írások nagyon-nagyon kiegészítették, és csak sajnálkozni tudtam, hogy nem fért bele minden a kis könyveskékbe, ugye nagyon limitált volt a terjedelme, de tulajdonképpen ez a sorozat alapozta meg azokat a következő sorozatokat, amik a következő évtizedben jöttek, tehát a Kaleidoszkóp, a
városrészeket bemutató sorozat köteteimnek nemrégen jelent meg az 5. kötete a Temetőhegyről. Szóval azért ráépülnek erre. És amikor elveszítettem a feleségemet, akkor a könyvtár azt javasolta, hogy próbálkozzam meg folytatni ezt a sorozatot. És így jött ki végül is 9 kötet belőle. Az 5. csináltam. Mondtad, hogy azért hagytad abba, mert egyszer csak megszűntek a cikkek, amire lehetett építeni ezeket a könyveket 1945 után valamikor. Hát igen, tulajdonképpen azt hiszem valamennyi vidéki városra vagy nagyobb városra jellemző volt, hogy nem egy újságja volt a városnak. Hát Veszprémnek is rendszeresen legalább 2 volt. Ilyen volt a Veszprémi Hírlap, meg a Veszprém Vármegye. Na most jött a nyilas korszak, ami eltörölt minden, gyakorlatilag 44 végével nem volt újságja a városnak, megszűnt minden. Viszont 45-tel megjelentek az újabb újságok, egyszerre 3 is. Tehát külön újságja volt az egyes pártoknak. Volt a Veszprémi kis újság, ez a független kisgazdáknak volt alapja, aztán volt az új Veszprém Vármegye, ez volt a Szociáldemokrata párt lapja, és a Veszprémi Népújság pedig a Kommunista pártnak volt alapja. Az egésznek az az érdekessége, hogy itt tulajdonképpen mindent meg lehetett találni. Tehát minden politikai képződmény a saját szája íze szerint rakta össze a lapot, és ebből a 3 lapból a teljes vertikum visszakövethető volt. Tehát mindent meg lehetett tudni a városról. Aztán 48-al hát megváltozott a helyzet, és akkor jött a napló, mai naplónak az elődje, és akkor attól kezdve 56-os időszakot leszámítva, ahol akkor is volt néhány újság, rövid életű néhány újság, utána már csak egy újság lett. Illetőleg talán belépett a Veszprémi Hétnap még, mint heti lap. Ezután jött egy újabb helytörténeti, vagy inkább azt mondom, hogy várostörténeti folyóirat szerkesztése, a Veszprémi Szemle. Itt is nagyon komoly részt vállaltál a munkából. Hogy ért a felkérés annak idején? A lehető legjobbkor jött, mert én 2010-zel hagytam abba a munkát a közgazdasági szakközépiskolába. A feleségem halála után folyamatosan csökkenő munkaidővel dolgoztam, tehát 2006-tól 2010-ig, a végén már csak gyakorlatilag a iskolai értesítőnek a szerkesztésére korlátozódott az én tevékenységem. De 2010 nyarával ez is befejeződött. Volt egy egészségügyi gondom, és Pesten voltam néhány hónapig, és ez alatt keresett meg Tölgyesi József, aki a 93-ban létrehozott Veszprémi Szemlét, már nem tudta folytatni, annyi munkája volt Fehérváron, ott dolgozott, és megkeresett azzal, hogy szívesen átadnám neked a folyóiratnak a szerkesztését, hiszen ismerte az addigi tevékenységemet, amiket csináltam. Így aztán 2011-től kezdtem a Veszprémi Szemle várostörténeti folyóiratnak a szerkesztését. Méghozzá a 20-as számmal kezdtem. És csináltam az 50-es számig, pontosabb az 51. számig, ami egy bibliográfia volt, a 26 50-es számnak a mutatója volt gyakorlatilag. A szemlének a szerkesztése nem volt egyszerű feladat, hiszen addig nem állt rendelkezésre minden esetben megfelelő anyagi fedezet, hogy rendszeresen megjelenhessen a folyóirat. Tehát voltak évek, mikor bizony kimaradtak, vagy összevont számok jöttek létre, de 2008-9-től egy új korszak következett, akkor alakult meg az az alapítvány, amelyik aztán menedzselte a Veszprémi Szemlét, és ez a folyóiratot menedzselő alapítvány előteremtette mindazokat az anyagokat, amik kellettek ahhoz, hogy rendszeresen megjelenhessen ez a folyóirat. Újdonságként azt csináltam, hogy ugye, amikor a szemleszámot bemutattam, akkor egy-két percben minden cikket be lehetett mutatni, de azok a cikkek sokkal több anyagot is közöltek volna, ha lett volna elég hely. Hát nem mindig volt elég hely, és akkor elhatároztam, hogy ilyen kis konferencia, mini konferencia szerűen egy-egy szerzőnek egy-egy cikkét, egy-egy tanulmányát részletesebben is
meg kell ismertetni az ott lévő közösséggel, az olvasótáborral. Itt lehetett sok képet bemutatni, és ki lehetett fejteni azokat a részeket is részletesen, amelyek nem fértek bele a printelt formátumba. Én azt hiszem, ez egy jó gondolat volt, mert amikor abbahagytam a szemle szerkesztését, az utódom is folytatta, sőt, még tovább fejlesztette ezt, tehát ez egy jó dolog volt. Folytattam azt a sorozatot, ami a veszprémi kutatókat, tehát várostörténeti kutatókat mutatta be, azokat a műhelyeket, ahol ezek a cikkek létrejöhettek, és ez a sorozat mai napig is folytatódik. Nyugdíjba vonultál, de most is publikálsz. Mennyit tudsz foglalkozni a város történelmével és történetével? Hát a nyugdíjba vonulás után is jócskán volt munkám, hiszen a folyirat mellett ott volt a könyvsorozat is. A könyvsorozatot az 5. kötettől kezdve szerkesztettem, a 14. kötet az tavaly nyáron jelent meg, és hát azért folyamatban vannak a további köteteknek a szerkesztése is, meg tulajdonképpen vannak olyan anyagok, amit saját magam szeretnék megcsinálni, és félig elkészültek, hiszen jött a Covid. Az annyi mindenben megakadályozott, hát fél bemaradt munkáim vannak, nem tudtam elmenni irodalomkutatást végezni, és persze kellett volna járni. Ezen kívül pedig hát mindig adódik olyan anyag, amit meg kell oldani, és szeretnék is megoldani. Tehát időn függvényében és erőn függvényében mindenféleképpen időnként jelentkezem is. Megígérted, hogy kérdezhetlek a 48-as emlékműről. Több helye volt ennek itt Veszprémben, mostanán végleg kikötött a Dózsa téren. Mit kell tudnunk erről az érdekességről? Hát a 48-as emlékezés, 48-ra való emlékezés minden rendszernek azért fontos volt, és mindenki a saját képére igazította, és így volt ez a II. Világháború lezárása után is. Már 46-ban elkezdték szervezni, hogy a 100., tehát a centenárium évfordulót meg kell ünnepelni. És már 46-ban létrejött egy olyan szervezet, amelyik talán tájékoztatásügyi minisztérium valami ilyesmi volt, ahol kitalálták, hogy elsősorban az ifjúságra alapítva kellene létrehozni a centenáriumi ünnepségeket, és mellette centenáriumi emlékműveket is. Na és így került a sor arra, hogy Veszprémbe is megalakult ez a bizottság, 48-as emlékbizottság, méghozzá úgy, hogy annak az elnöke volt Lovas nevű rajztanár még a Kegyesrendi gimnáziumban, tehát Veszprémben 47-ben alakult meg ez a társaság, ez a bizottság. Tagja volt egy szintén világi tanár az Angol Kisasszonyok Intézetében, tanított ő, valamint Bálint Péter, igazgató tanító, ő pedig a általános iskolák, illetőleg akkor még elemiskoláknak a részéről. A város részéről a éppen helyettes polgármester volt, különböző belső intézményvezetők, a városi főmérnök, a műszaki igazgatóság részéről, de itt benne volt Nagy László, múzeumigazgató. Tehát egy egész nagy stábot hoztak létre. A lényeg az, hogy 47 végén a városi közgyűlésbe végrehajtott megbeszélések értelmében elfogadták, hogy legyen egy emlékmű, méghozzá pályázatot írnak ki rá, a pályázatra megteremtették a pénzt, 300 forintot, és kiírták a pályázatot diákok részére, nem felnőttek, diákok részére, életkor 22 év volt a határ. A pályázat kiírás az 47 vége felé történt, azt hiszem novemberben, január 20 volt a pályázat beadási határideje, és március 15-re állni kellett az emlékműnek. Tehát nem volt sok idő. 11 pályamunka érkezett be, 7 adták be, és amikor felbontották a pályázatokat, kiderült, hogy a zöme gimnáziumi tanuló volt, részben veszprémiek, részben a diákotthoniak, és volt egy ipari tanuló,
illetőleg a győztes, az pedig Pécset tanult, a Pécsi Építőipari Felsőipari Iskolába volt harmadéves. Az ő munkáját fogadták el, nem tudták, hogy kik szerepelnek benne, tehát akkor bontották fel. A második helyzet is, azt hiszem, Géci János volt, ő ipari tanuló volt, a harmadik nevére nem emlékszem, ő pedig gimnazista. Az viszont kikötötték, hogy nem kerülhet sokba, mert nincs pénze a városnak, de azért jó legyen, de azért elkészüljön. A pályadíj pedig a következő volt. Első díj kapott 150 forintot, a második 100 forintot, a harmadik 50 forintot. Azért ez nagy pénz volt, mert ha belegondolunk, 46-ban történt a forint bevezetése, és azt hiszem 12 fillér volt a postabélyeg a levelekre. Tehát a 12 fillér és a 150 forintot így kell arányba tenni. Helyszín. Ez is egy veszprémi sajátosság, mert szinte minden ilyen közintézmény vagy emlékműnek az elhelyezése sosem ott valósult meg, ahol elkezdték. Ilyen volt a múzeum, a mozi is ilyen volt. Először az emlékművet a országzászló helyére akarták tenni. De kiderült, hogy ugye a gyönyörű vas, kovácsolt vas kerítés volt az országzászlónál, az kiesett, mert nem annak a témája, és az új emlékmű, a szabadságzászló, a kettő azért ütötte egymást. Aztán arra gondoltak, hogy az Erzsébet szobor helyére. Az Erzsébet szobor akkor már a mai zeneiskola épülete és a múzeum épülete között volt. Aztán azt is elvetették. Végül a legvégén az utolsó közgyűlésen döntöttek arról, hogy akkor legyen a Palotai téren. Azt hiszem, azt meg kell magyarázni, hol volt a Palotai tér. A Palotai tér a mai Kossuth iskola és a mai zöldháza valamikori pártház közötti terület volt, amit eredetileg Szénatérnek hívtak, majd Palotai tér volt egészen 1948 áprilisáig. Oda került végül is az emlékmű. Az emlékműveknek a készítője, akikről tudunk, a kőműves munkát, illetőleg a kőfaragói munkás Tumf János végezte, és emlékszem az összegre, 6077 forint 50 fillért fizetett ki a város a munkáért, ami tartalmazta az emlékmű alapjának a létrehozását, egy lépcső kialakítását, illetőleg az eplényi vöröses vagy rózsaszínes mészkő lapokból összeállított emlékműnek a kialakítását. Azért még annyit el kell mondani, hogy a zászló és a Kossuth címer alatt egy bronz reliefet képzeltek el, ami azonban sohasem valósult meg, ugyan felkérték rá a szobrászművész, de ez válasz nem jött rá semmi se. Lehet, hogy a igen rövid határidős befolyásolt ezt, hiszen néhány hét alatt kellett létrehozni. De létrehozták. És 48. március 15-én főispán, helyettes polgármester, diákok, veszprémiek, helyi nobilitások, különböző szervezetek jelenlétében avatták fel ezt a művet, emlékművet, a szabadságzászlót, amit csak akkor hívtak szabadságzászlónak, utána rendre elfelejtette mindenki, tulajdonképpen mindenki 48-as emlékműnek hívja, és hívta utána is. De ez egy vándorló emlékmű. 72-ben még ott volt. A 72-73-as tanév során elvitték az emlékművet. Ugyanakkor bontották le, vagy ezt követően bontották le a Veszprém belső állomás, alsó és felé menő vasútvonal hídjait, a vörös kőből készült hidakat is. Tehát, de erről nem szól a fáma, mint hogy arról sem, hogy átvitték az emlékművet. Az újság nem írt róla. Sőt, amikor a következő évben a Dózsa iskola mellé telepített emlékműnél volt az ünnepség, akkor sem írtak róla, főleg fényképet nem közöltek. A következő fénykép az akkor volt, amikor 2004-ben átépítették az emlékművet, és egy díszes tér létesült körülötte. Tulajdonképpen ez nem egy átköltöztetés volt, hanem rehabilitálták az emlékművet, és egy nagyon szép környezet lett. Igen, de
itt is történt változás, és a következő helye, mondjuk azt, hogy negyedik helye az emlékműnek, akkor már tényleg 48-as emlékműnek 2012. Ugye Dózsában nem volt jó a kereskedelem, és oda került a Penny. És a Penny közelébe hozták létre ezt a, mondjam, felvonulási teret, és ott állították fel, újra rendbehozva, felújítva ezt az emlékművet 2012-ben. És 2012. március 15-én ott történt meg már az ünnep. Tehát ez az emlékműnek, a vándorló emlékműnek a élete, sorsa. Reméljük, innét már talán nem kerül tovább. A végén három villámkérdés következik. Mi a véleményed Veszprém élhetőségéről? Hát miután 80 éve itt élek, több mint 80 éve, igazából én jól érzem magam, be kell, hogy valljam. Az ember mindig feltalálja magát. Elég rövid volt. Tökéletes. Hogyan látod a város közlekedését? Hogy mondjam, a buszok nem pontosak. Nagyon nem pontosak. Tehát én tudom, hogy bemondja a színház igazgató, hogy mindig mi következik a buszon, hallom is, de hát az oda is kell érni ahhoz a megállóhoz. A másik meg az, hogy ugye különösen most ez az időszak, ez az LKF-es dolog, azért hiába újak a buszok. Azért mindenhol mindig van építkezés. Hát most van rá pénz, gondolom én. Ez bizony azért lassítja a közlekedést, és egy apróság, lehet, hogy kezdő gépkocsi vezetők vannak, nem tudnak beállni a buszöbölbe. És ez bizony gond egy bizonyos életkor és egészségi állapot után. Mit gondolsz Veszprém kulturális életéről? Én színházban meg hangversenyre járó ember vagyok, igyekszem minden kiállítás megnyitóra elmenni, amit ugyan visszacsapott a Covid meg a nyavajám, de én elégedett vagyok. A könnyű zenei kínálathoz nem tudok hozzászólni, az az unokáim reszortja, de a, mind a két színház jó, békeidőben négy színház bérletem volt. Négyféle és kétféle hangversenybérletem. Nekem megfelel. És le a kalappal a művészetek háza előtt rengeteg kiállítást rendeztek. A múzeum is most majd gondolom újra visszatér, tehát az is jó lesz. Csiszár Miklós érdemeiért a Városi Gizella díj mellett megkapta a honismereti munkáért járó legnagyobb elismerést, a Bél Mátyás Notícia Hungariae emlékérmet, akárcsak a több évtizedes kitartó magas színvonalú könyvtárosi munkájáért, a Veszprém megye könyvtárügyéért életpályadíj kitüntetést. Mindez méltó módon fémjelzi egy tartalmas, tudományos munkásság értékeit. Köszönöm a beszélgetést! Köszönöm szépen! Ez volt a Veol Podcast Pódium Komanicki Zoltánnal. Hamarosan érkezik egy újabb beszélgetés, de addig is válasz egyet a korábbi interjúk közül, amely elgondolkodtat, példát mutat, vagy csak felhőtlenül kikapcsol.